Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A TF Budapest otthonában szerezték meg 5. győzelmüket a kékcápák. Egy szabványméretű, műfüves focipályával gazdagodott az újfehértói sportpálya. 3 hét szünet után folytatódik a bajnokság a férfi kézilabda NB2-ben. Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás irányítja az U16-os fiú kosárlabda válogatottat. Befejeződött a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság őszi szezonja. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Búsász. A kékcápák a fővárosban a TF Budapest csapatát verték 92-69-re. Amikor Salgó Tarján ellen meccsen beszélgettünk, azt mondtad, hogy nagyon motivált TF-re számítasz, hiszen neked is Szobi Laninak is évtizedes kötődés van a TF-hez. Ehhez képest gyakorlatilag az első fél időben eldőlt a meccs. Minek köszönhető ez a nagyon sima győzelem? Hát ezt a kötődés, ez múlt. Sportból nincsen sok múlt, prezent van és jövő. Jó készültünk, mert ilyen meccsek kötelező hozni, ha akarunk valami elérni. TF nem volt rossz, de TF olyan nagyon akart, nagyon hajtott, és szerintem leégett ebbe, amit akar csinálni. Mi halált profi játszottunk első felidő, úgy, ahogy megbeszéltünk, úgy, ahogy készültünk, a saját játék stílusán nagyon jó tettünk a pályán. Ebben stílusból látott az utolsó meccsek erősségünk, a tripla dobás. Hál' Isten a Pesten is így jól működött, mint a múlt meccseken. És rögtön szereztünk egy előny, és erre nem tud TF válaszolni. Örülök annak, hogy végre ez a játékosok, akik viszik ezt a szezon, tudták egy kicsit kevesebb játszani. Endi 25 perc, semmi. Ugyanaz valahogy. Tárik 16 perc, és akkor tudtam adni végre lehetőség a srácok, akik nagyon jól dolgoznak, és várnak a lehetőség. Látható volt, hogy mindenki, aki ott volt, játszott, nem volt szerencsét utolsó edzésen. Hibián egy kicsit sérült volt, nem akarok rizikolni, akár sérüléssel, ahol mindenki más pályán volt. És úgy valahogy nyertünk ezt a meccset. Ennek a fordulónak volt egy talán meglepetése, a Fót elvette a Kaposvár veretlenségét. Mennyire meglepetés ez egyáltalán? Én is, mikor először néztem eredményt, nem hittem, hogy ez így van. Pedig nem ezért, mert Fót ez rossz csapat, Fót ez nagyon jó összerakott csapat. Ők szerintem 7-8 nagyon rutinos és jó játékos van összerakva, és nagyon jó fogja szerepelni ebben a bajnokságban. De utána láttam, hogy 4 játékos nem játszott kaposvári csapatban, akkor nem tudom miért. De akkor is Kaposvár harcolt, ezt 6 ember volt, harcolt, de hát a Fót nyert. Egyik oldalú, mi szempontjából ezt az eredmény, mondjuk úgy, hogy nehéz lesz játszani utolsó meccs, korács előtti utolsó meccsünk ez volt. Nehéz lesz játszani, mert nagyon ambiciósok lesznek, és tudják, hogy itt nyernek, akkor nagyon jó eredmény fog elérni. A másoldal nem rossz, hogy látható, hogy Kaposvár is nem olyan erős, amit gondolták. Amilyen bajnokságnak teliknek a fordulók. Tavaly is néztük, hogy a Pécs elején volt nagyon jó, kikopott itt is, kikopott ott is. Bajnokság szempontjában szerintem ez nagyon izgalmas és nagyon jó. Én gratulálok Fótnak mindenképpen, mert ez jó eredmény. De hát ez bemutatja, hogy piros csapat nem naív dolog. Visszatérve a cápákra, 5 győzelemmel, 2 vereséggel a 3. helyen áll a csapat, és pénteken újabb hazai meccs következik, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia érkezik, amelyben szintén szerepelnek nagyon rutinos volt válogatott játékosok is, 3-3 a mutatójuk, biztos nem lesz könnyű meccs. Hát jó, most beszéltünk, mindig Kaposvár, ez attraktív dolog, de volt DKK Vasas, Vasas második volt,
kerékpás, és nagyon agresszívan jól játszik csapatként, és kikapott sima 20 pont Fehérvár. Ez jelenti, hogy ez, ha nem készülsz minden meccse alaposan, akkor bárkit ott tudsz kikapni. És én szerintem Penteken egy nagyon-nagyon kellemetlen ellenfél jön, ezért, mert az, amit mi gondolunk, erősek vagyunk, ez a center vonal, nekik van ott a Szabó, ott válogatott játékos, van szerb külföldi játékos, 4-5-ös poszton, van egy kivételesen jó irányított ott Peti, aki tudja velünk kapcsolatban lenni, van nagyon ambiciós fiatal játékosok, van egy fiatal játékos, aki 20-valamennyi pont dobott most Vásásnak, U20-os. Érdekes a dolog, és Penteken nagyon érdekes meccs lesz. Ezért mondtam, meccs után nyertünk, mi mindenkinek van céljaink, ebben a periódusban nekünk van ezt a otthoni Sagottarjánpa volt, Téhpa, most van a DKK és jön a Miskolc. Mi erre számítunk, hogy ez a meccset kell hozni, és ez a meccsekkel ott valahol fönt fogunk lenni. De hát Penteken meglátjuk, érdekes lesz mindenképpen, és amit a múltkor meghívnak minden szurkoló, minden, aki szereti mi klubok, szívesen látjunk a Penteken meccsen. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. Egy szabványméretű, villanyvilágítással ellátott, műfüves kispályával gazdagodott az újfehértói sportpálya. A 60 millió forintos beruházás fedezetét a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosította. A Magyar Labdarúgó Szövetség egy komolyabb összeget az év elején arra szánt, hogy az amatőr sportegyesületek létesítményeit fejlessze, és ebből az összegből ugye a 19 megyére, illetve a Budapestre egy komolyabb támogatást adott, és a megyére jutó 180 millió forintból mi dönthettük el, hogy a sporttelepeken mit szeretnénk fejleszteni. A megyei társadalmi elnökséggel arra jutottunk, hogy ugye ilyen időben már, amikor délután fél öt körül sötétedik, illetve majd jön a tél, akkor mindig nehézkes edzeni a települések általában egy füves pályáján, vagy esetleg még egy tartalék pályáján. Így, hogy nagyon fontos lenne kisműfűves pályákat építeni, ami világítással ellátotta. Ugye egy ilyen pályának a teljes költség az 60 millió forintba kerül, ezért ugye három ilyen pályát tudtunk építetni ebből a támogatásból, és nagyon fontos volt a döntésnél, hogy olyan településeknek akartuk adni, ugye azért adjuk önkormányzatnak, mert a létesítmények önkormányzati tulajdonban vannak, ahol minimum két sportegyesület működik, hosszú évek óta versenyeznek az MLS versenyrendszerében, tudnak felmutatni eredményeket, legalább 100 igazolt, 150 igazolt játékosuk van, illetve az önkormányzat tudja biztosítani azt, hogy a sportlétesítményen belül vagy közvetlen mellett hozzák létre ezt a pályát, hiszen nagyon fontos, hogy meg is kell óvni ezeket a pályákat, és a sportegyesületek részére pedig biztosítani kell. Úgyhogy Újfehértó mellett hamarosan Nagyecseden, illetve a következő év elején Tiszavasváriba is megvalósulhat egy ilyen beruházás. Említetted ezt a 180 millió forintos összeget, gondolom, ha lesz még, vagy lenne hasonló lehetőség, akkor lennének jócskán jelentkező települések. Ebben biztos vagyok. Igazából ingyen mindenki szeretne kapni valamit, és lenne jelentkező, meg tudnánk is kinek adni. Mondom, most így döntöttünk ezekkel a feltételekkel is, azért úgy gondolom, jó helyre került, hiszen ez a három település még a Magyar Labdarúgó Szövetségtől nem kapott műfüves pályát, és mindenképpen a gyerekanyag alapján is, a futball múltjuk jelenük alapján is megérdemlik. Itt Újfehértón ugye a két klub van, az USA és az USK, és a mai nap néztem meg, a két klubnak összesen 242 kiváltott játékengedélye van, azért ez egy elég komoly szám. Egy szabvány műfüves kispályával gazdagodott az újfehértói sporttelep, egy ilyen létesítménynek szerintem minden településen örülnének. Hogy került éppen ide? Újfehértó egy nagyon futball szerető város. A városunkban két sportegyesület is működik, amely labdarúgással is foglalkozik több más egyéb sportág mellett, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megkeresett bennünket, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy Újfehértó mit szólna egy műfüves kis futballpályához. Hát ki az, aki nem örül ennek? Nekünk ugye Újfehértó még ez az első ilyen létesítmény, a környéken már nagyon sok településen van, Újfehértón eddig nem volt, és így került ide hozzánk. Nagyon örülünk neki, hisz most is látszik, hogy mennyi gyerek szeret focizni, illetve már a régóta fiatalok is
is jelezték igényüket, hogy majd ők is szeretnének minél többet játszani. Lehet, hogy úgy gondolom, egy hiánypótló beruházás született városunkban. Köszönjük az MLS-nek! A futball gondolom itt is a legnépszerűbb sportág, de már említettem, milyen sportágok tűznek még a városban. Ugye a futball az ugye, mindenek előtt, mindenek felett, de emellett kézilabda, kosárlabda, röplabda, kempó, futás, úszás, vívás, vízilabda, tehát szerintem majdnem minden olyan sportág, amit már gyerekek foglalkozhatnak, az itt Újfejton működik. Könnyű őket bevonzani egyébként a csarnokokba, sportpályákra? Én úgy gondolom, hogy igen, hisz minden gyerek tehetséges valamilyen sportban, mert nekünk az a feladatunk, hogy egyrészt megtaláljuk ezt a tehetséget, illetve biztosítsuk azokat a feltételeket, hogy a gyerekek minél több sportágban kipróbálsák magukat. Én csak az elmúlt 5 évet tudom említeni, amióta én vagyok a polgármester. Épült egy honvédelmi sportközpont, épült ez a gyönyörű stadion itt mellettünk, épült ez a műfőespálya, épült egy kézilabdapálya, épült egy 3x3-as kosárlabdapálya, épült egy teniszpálya. Ez az elmúlt 5 év sportfejlesztési mérleg a városunkban, úgy gondolom, hogy azért ez sokat mond. Emellett van még egy sportcsarnok és egy úszoda. Mi az, amire még szükség van? Mi szerepel a legközelebbi tervek között? Nagyon szeretnénk még, és előbb már egyeztettünk is, ez egy nagy méretű műfűves futballpálya, hisz a téli szezonban is lennének, akik nagy pályán fociznának, és a megyében ebből egyenlőre még kevés van, úgyhogy ez a következő célunk az majd az lesz, hogy egy nagy méretű műfűves futballpályánk legyen. Nyíregyházi szakember irányítja a fiú U16-os kosárlabda válogatottat. Ferenci Tamás, az NK Körtös edzője készíti fel az együttest a jövő évi B-csoportos Európa-bajnokságra. Nagyon örültem a felkérésnek, illetve mondhatom azt, hogy megtiszteltve éreztem magam. Ugye én nagyon sokáig különböző korosztályoknál, U16, U18 és az U20-nál is másodedzőként dolgoztam. Ezt követte egy 7 éves szünet, és Boris Majkovics halála után Máradi Attila kérte meg, hogy a 2009-es korosztály, akik akkor voltak U14-esek, vállaljam el a KKP programban ennek a korosztálynak a vezetését. Ez a korosztály úgymond most beleöregedett az U16-os korosztályba, és szakmai bizottság úgy döntött, hogy azt, amit elkezdtünk tanítani nekik, egy five out, illetve egy négy kint, egyben játékot, egy folyamatos döntésekre alapuló játékot, ezt vigyük tovább, és az U16-os válogatott mellett is, ezzel a stábban lássuk el a feladatokat. Itt az NK Körtvösnél a 14-16 éves korosztályt edzed, gondolom ettől függetlenül, amit a válogatottál dolgoztál, korábban sem ismeretlen, ez a néhány év jár a számodra, milyen merítési lehetőséged van? Én úgy gondolom, hogy ez a 2009-es korosztály, ez egy nagyon erős, nagyon jó korosztály. Van szerkezetünk is, van 5-2 méter vagy 2 méter fölötti játékos, nagyon jó alkatú mezőnyemberek vannak közülük. Például 4-5 játékos, az egy évvel idősebbek, a 2008-asok között is már készült, és tavaly közülük 4-en ki is utaztak az Európa-bajnokságra, tehát mondhatom azt, hogy lesz rutinos tapasztalt játékosunk az idén, illetve kiváló fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a gyerekek, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó korosztály, és nagy kihívás számunkra, szeretnénk jól szerepelni velük az Európa-bajnokságon. A magyar utánpótlás nevelésben korosztálytól függetlenül mindig és sportágtól függetlenül az jelentett problémát, hogy a képzés vagy az eredményesség kevén előtérbe, ugye utóbbi miatt van egy nyomás általában az edzőkön, plusz ráadásul az is probléma volt, hogy nem volt elég idő a felkészülése. Ezen a két területen hogy állunk? Én úgy gondolom, hogy ha valaki jól dolgozik és jól képez, annak meg lesz előbb-utóbb az eredménye. Lehet, hogy nem az U16-os korosztályban, mert ugye nálunk általában a gyerekek későn érő típusú játékosok, de lehet, hogy már U18-U20-ban, ha jó alapokat rakunk le, és a játékosok megfelelően dolgoznak a klubjukban, illetve a válogatott összetartásokon is, akkor igenis lehet eredményesnek lenni. A képzések vagy a találkozások gyakorisága milyen lesz? Találkoztunk most az őszi szünetben, két ünnep között, december 28-29-30-án Székesfehérváron rendezik az ORV-t, az olimpiai reménységek versenye. Itt a mi válogatottunk mellett a szlovákok, a csehek és a lengyelek vesznek majd részt. Valószínűleg január elején lesz egy horvátországi túránk, ahol 2 nemzetközi mérkőzést fogunk majd játszani. A tavaszi szünetben, húsvét előtt pedig újabb összetartásunk lesz, ahol szintén 2 mérkőzést játszunk, és nyáron pedig július elejétől indul a közvetlen felkészülés az Európa-bajnokságra. 3 hét szünet után folytatódik a bajnokság a férfi kézilabda ND2-ben. A Nyírvától a D-csoportban a 7. helyen áll. Most kezdtünk összeállni, lendületbe jönni, és így megszakad egy 3 hetes szövetség által elrendelt szünet miatt a bajnokság.
Ez nem tesz jót sem nekünk, sem senkinek, több fórumon jeleztük már ezt, de sajnos nem nagyon talál meghallgatásra ez. Egyébként valóban az alapszakaszból egy mérkőzés van hátra, és a ezt megelőző két mérkőzésen úgymond az előzőekhez képest kezdett a csapatunk összeállni, lendületbe jönni. Hajdunánás lesz az alapszakasz első körének az utolsó mérkőzése, idegenbe fogunk menni, nagyon-nagyon fontos mérkőzés előtt állunk. A bajnokságot, mint tudjuk, elég nagy nehézségek árán kezdtük, hiszen egy csapatra való játékosunk jóformán eligazolt. Megpróbáltunk frissíteni, illetve hát nem csak megpróbáltuk, meg is tettük. 5 fiatal serdülőt, ifjúsági korú játékos került fel a felnőtt kerethez, illetve 4 olyan játékost igazoltunk, akik már kiforrott játékosok, de hát egy csapat, hogy összeálljon, ahhoz, mint tudjuk, idő kell. Milyenek a tapasztalatok az eddigiek alapján? Ugye úgy tűnik, hogy nagyon sok a szoros mérkőzés, nagyon kiegyenlített a mezőny. Nagyon kiegyenlített a mezőny, ezt valóban meg tudom erősíteni, és hogy úgy mondjam, azokon a mérkőzéseken, amin alul maradtunk, ott sem vertek agyon bennünket, mert valóban 1-2 gólon, 2-3 gólon múlott, sőt, több mérkőzés volt úgy, hogy a második fél idő közepén még vezettünk, és sajnos pont nélkül, vagy egy ponttal fejeztük be azt a mérkőzést. Ennek több oka van, nagyon-nagyon, tehát amellett, hogy új csapatot kell építeni, nagyon sok sérülés sújtotta a csapatunkat. Nagyon sok munkahelyi elfoglaltság, ami miatt ugye, sőt volt olyan, hogy egy mérkőzésre se tudott jönni olyan játékos, aki kulcs szerepet kap a játékban, de ezek azok, amikre lehet építeni a jövőt, illetően, hogy sehol nem szerepeltünk, úgymond alárendelt szerepet nem osztottak ránk, és ezt úgy gondolom, hogy a jövőt illetően, hogyha még jobban össze tud állni a csapat, még jobban össze tud szokni, akkor ezeket át tudjuk majd billenteni, ezeket a mérkőzéseket. Gondolom a gyengébb kezdés ellenére sem mondtatok le a felsőházba jutásról. Nem mondtunk le, bár azért, hogyha reálisan nézzük, egy picit távolodtunk tőle, de annyira, hát egy-két csapat van, aki ugye elment egy kicsit a mezőnytől, de a többi csapat annyira masszívan egybe van, hogy egy-két győzelem, és mindjárt ott találja magát az ember a felsőházban. A felnőtt csapat, a kirakott csapat az egyesületnél, de ugye nem csak egy csapatból áll a klub, hanem több utánpótlás csapatot is versenyeztettek, ők hogyan szerepelnek? Igen, valóban szép számú utánpótlással rendelkezünk. Itt említeném meg, hogyha itt az eredményességet vizsgáljuk, ami közvetlenül a felnőtt csapat mögötti úgymond hátországot jelenti. Azt jelenti, hogy a tavasszal befejeződött bajnokságban a serdülő csapatunk a harmadosztály C csoportjában, ahol Hajdú megyei, Borsod megyei, Heves megyei, Szabolcs megyei csapatok vannak, bajnokok lettünk. Most pedig az ifjúsági, az U20-as csapatunkkal 5 forduló után veretlenek vagyunk. Minden reményünk megvan arra, hogy a bajnokság további részében is jól szerepelünk, és az idén is szép eredményt fogunk elérni utánpótlás szintjén, ahonnan tulajdonképpen már említettem is, hogy 5 játékos tulajdonképpen a felnőtt keret ajtaján kopogtat, illetve 2-3 játékos már egyre nagyobb szerepet kap a bajnoki MB2-es mérkőzéseken is. Befejeződött a nyíregyházi városi kisvárosi labdarúgóbajnokság őszi idénye. Folytatás már szombaton, a nyírpadoni sportcsarnokban 30 csapat részvételével kezdődik el a téli terembajnokság.
Fantasztikus őszt zártunk, kisebb, nagyobb problémákkal, de hát mindig ilyen problémánk legyen, hogy éppen kaptunk három csodálatos műfűves pályát, és ezzel megoldódhatott a bajnokságunk befejezése, még akkor is, hogyha egy héttel később, hiszen közel majdnem három héttel később tudtuk elkezdeni a korábbi évekhez képest a bajnokságot, de ez a három műfűves pálya sokat megoldott, és később a három salakos pálya, és ahol új kerítést kaptunk, ráadásul annyira VVKFT jó voltából kispadokat, új padok vannak a pályák körül, ez fantasztikusan jó sikerült, és hát az is, hogy a csapatok partnerek voltak abban, hogy mivel hogy kicsit csúszott a bajnokság, hogy játszhattunk akár éjszakai mérkőzéseket is, hiszen fél hat, fél hét, fél nyolc és korábbi időktől eltekintve fél kilenctől is játszottunk öntalálkozókat, és ezért be tudtuk fejezni a bajnokságot időre. Különböző csoportokban 600 meccset játszottak le a csapatok, milyen színvonalon, milyen hangulatban? Fantasztikus a színvonal most a bajnokságunkban. Ez most látszik, hogy gyakorlatilag nincs 100%-os csapat a bajnokságban. 5 veretlen gárda van, de olyan tömör a mezőny, az élmezőny, vagy akár fent is és lent is a kiesés szempontjából, hogy ez a bajnokság színvonalát magasan jelzi, hogy ilyen kitűnő csapatok vannak. Én mindig büszke vagyok rá, hogy Magyarország egyik legszínvonalasabb bajnokságát szervez a Nyíregyházi Sportcentrum, és ennek részese lehetek én is. Ehhez viszont kellenek ilyen kitűnő labdarúgók, akik itt szerepelnek, hiszen a megyéből 14 település jönnek hozzánk, és Nyíregyháza krémje itt van ebben a 102 csapatban. Mi a helyzet a korátlaggal, fiatalodik vagy idősödik a mezőny? Idősödik a mezőny, hiszen három csoportban játszanak most már az öreg fiúk, és egyre több olyan csapat van, aki már most jelzi, hogy számít csak rájuk, hogy ők már az öreg fiúkba fognak átjönni, hiszen sok fiatal csapat van, akik szétfutják az öregeket, és hát azért mindenki szeret kellemesen jól eltölteni egy órát, mikor kijönnek a stadionba, és ez azt jelenti, hogy ha többszörös vereségek vannak, akkor az azt jelenti, hogy inkább lekéreckednek az öreg fiúk háromba, ahol örömjáték van. Ha nézzük a tévében az NB1-es, NB2-es futballmeccseket, azt láthatjuk, hogy egy picit, mint a korábbi éveknél, agresszívebbé vált volna a játék, és a játékosok is verbálisan néha igyekeznek nyomást helyezni a játékvezetőkre. Itt a kispályás fociban mi a helyzet? Igen, sajnos most én is arról kell, hogy beszámoljak, hogy romlott a sportszerűség a bajnokságunkban, és hát nagyon kevés olyan csapat van, aki ezért tett, hogy ez romoljon ez a helyzet. Viszont mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőbe változzon. Sokan kihozzák akár munkahelyi vagy családi problémájukat a pályára, és itt elég nehéz kezelni a játékvezető kollégáimnak, akiknek egyébként köszönöm az egész éves munkájukat, hiszen fantasztikus sok mérkőzés van, ugye a 600 mérkőzéssel mögöttük. Szabadtéren befejeződött az ősz, viszont kezdődik teremben. Hány csapattal, milyen levonítás szerint? Egy hét pihenő van a csapatoknak, hiszen 16-án a szombaton már kezdődik 30 csapattal a csodálatos Nyírpazényi sportcsarnokba. A Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi teremlabdarúgó bajnokság, és 16-án elkezdjük, egészen február 15-éig zajlik majd a bajnokság, ahol 15-én egy szuper döntővel fogjuk zárni a bajnokságot. Gyakorlatilag minden héten mérkőzéseik lesznek a csapatoknak, és ezért kitűnő az, amikor egy-egy csapat részt vesz a városi teremlabdarúgó bajnokságba, hiszen olyan kitűnő tavaszokat szoktak akkor produkálni, hiszen mérkőzésben vannak, tét van, játékvezetők vannak, kitűnő helyszínen játszhatnak a csapatok, hogy ez látszik mindig a teljesítményükön, akik részt vesznek a terembajnokságban, és ott is óriási küzdelem van. Bár még messze van, de gondolom azért már tervezett, hogy mikor folytatódhat szabadtéren a bajnokság. Március 17-én szeretném, hogyha elindulna a bajnokság, így most minden adott, ha más akkor nem, akkor három, vagy más pályákon nem, akkor három műfűves pályán el fogjuk indítani a szabadtéri bajnokságot, és így akkor június közepére be is tudjuk majd fejezni. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!